Nem könnyű egy olyan városban minden nap kerékpárra pattanni, ahol az úthálózatot nem úgy tervezték meg, hogy az a bicikliseknek is könnyen járható legyen. Ráadásul a megnövekedett autós forgalom is veszélyeket rejt számukra. A marosszéki közösségi alapítvány a helyi rendőrséggel együtt úgy döntött, megjutalmazza azokat a személyeket, akik a közlekedési szabályokat betartva úgy döntenek, tesznek valamit a forgalom csökkenéséért és a környezet védelméért. A bringás reggeli célja, hogy megállítsuk azokat a bicikliseket a forgalomba, akik nap mint nap használják a biciklit, vagy munkahelyre, járásra, vagy iskolába járnak vele, vagy más célra, és díjazzuk őket egy reggelivel, egy kávéval, se croissanttal. Emellett, mivel a rendőrséggel közösen szervezzük ezt az akciót, szeretnénk leellenőrizni, hogy mennyire vannak felszerelve a biciklik a közlekedési törvénynek megfelelően, és a kampány is, hogy feljük a különböző láthatósági elemekre a figyelmet, amelyel legyenek látva a biciklik meg a biciklisek. A kezdeményezés egy másik, nem titkolt célja, hogy felhívja a figyelmet arra, a városban szükség lenne egy biciklisek számára kiépített úthálózatra, amellyel megkönnyítenék a kerékpárral való közlekedést, de az autós forgalmat is kevésbé zavarnák ezáltal. Reggel ugye viccre szoktunk menni, kerüljük ki a forgalmat, így sokkal hamarabb elérünk az iskolába. Viszont a kezdeményezés szerintem az nagyon jó, nagyon szüksége van a városnak egy biciklis útvonalakra, úgyhogy ezzel is remélem, hogy többen felbátorodnak, hogy bringára üljenek, vagy hajtánnyal, vagy bármilyen egyéb közlekedéssel, ami egy kicsit a forgalmat csökkentené Vásárhelyen. Habár a törvény tiltja, hogy a kerékpározók a járdán közlekedjenek, inkább választják ezt, mint a forgalmas utat, amely sokszor veszélyes számukra a nem megfelelő infrastruktúra miatt. Nem nevezhetném biztonságosnak, tehát a gyerekek, én nem, az az igazság, nem merek menni az úton, tehát végig járdán megyünk, és felnőttként is sisak nélkül nem merek elindulni a városba, ez az igazság. Tehát szűkek az utak, illetve eléggé gyorsan elhajtanak mellettem az autók, úgyhogy még ezen kellene dolgozni. A kezdeményezés folytatódik a következő napokban, és reggelivel várják a kerékpározókat csütörtökön az Aranykakasnál, pénteken pedig a főtéren a katolikus templom mellett. A hétvégén rendezik meg a Bikeathon nevű rendezvényt, amelyre szintén szeretettel várnak mindenkit, aki szívesen körbe biciklizni a várost egy jó célért.